Sziasztok! Azt hiszem, hogy eléggé onnan jön a fény, bár ott meg ég egy lámpa. Na mindegy, hogyha ez a fejem nagyon ki van égve, akkor bocsi. Hétfő van, 5 óra délután, 3:30 körül keltem föl, mert hát tegnap, azt nem mondtam egyébként este, de ilyen éjfél körül értünk ide a szállásra, és reggel 8 körül keltünk. És gyakorlatilag jó, én azért pihentem, tehát nyilván nem akartam túlerőltetni magamat a baba miatt, de iszonyat volt ez a vasárnapi pakolás, úgyhogy nagyon sokáig tartott, és nagyon sok munka volt még vasárnap is. Én dobozokat nem hordtam le, azt csinálták az erősek, meg a nem terhesek. De hát azért pakolászni, dobozt ragaszgatni, stb. Még segítettem, és hát iszonyú fárasztó volt, úgyhogy ez a múlt heti vlog ez elég érdekesen is ért véget, azt hiszem. Egyébként most vágtam meg, és itt renderel éppen, és most már hamarosan úgy látom, hogy kész is van. Közben pedig, bár most itt elsötétült a telefonom, de Katival csetelünk Messengeren, és arra gondoltam, hogy megmutatom a kis szállásunkat, így erre a hétre, közben készült a videó, mert tök jó ez a kis házikó. Igazából beszéltük is a férjemmel, hogy ha nem terveznénk több gyereket, akkor ez így egy gyerekkel simán meg kéne venni. Tehát egy tök jó kis cuki házikó. Kicsit öreges, kicsit öreg szagvas, stb., de nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy itt most körbeviszlek titeket, illetve mivel éjfél körül értünk ide, én pedig nemrég keltem föl, ezért a kertet azt még egyáltalán nem láttunk. Férjem egyébként dolgozik sajnos a héten, pénteken nem, de egyébként végig. Úgyhogy megmutatom a lakást, és akkor utána fedezzük fel a kertet. És igen, egyébként nagyon éhes vagyok, és nem nagyon van most már itthon kaja, vagy hát itthon, szóval itt, úgyhogy valószínűleg, hogyha hazaér végre ez a drága jó ember, akkor elmegyünk valahova kajálni, vagy rendelünk, vagy nem tudom, de kajához kell jutnom minél előbb. Kijöttem a bejárathoz, szóval ő itt a bejárati ajtunk, és mellette van egy ablak is, ahol egyébként kinézhetünk, szóval ott van a kapu, ott ez a zöld, itt be is lehet szerencsére állni éjszakára, és akkor ezt az utat tettük meg idáig, és itt van a bejárati ajtó. És akkor itt egyből a konyhába nyugodunk ki, ugye itt van egy mosogató részecske, aztán, de sötét van, oké. Itt van ilyen edénytartó, az ott lent a hűtő, ami most a üres sajnos, van egy mikró, itt van egy ilyen gázpalackos kis, hát nem nevezném tűztejnek, de egy ilyen kis főző alkalmatosság, illetve van itt egy villanyrázsó is, ami nem tudom egyébként, hogy működik-e. És akkor kicsit megmutogatom, hogy itt vannak ilyen tányérok, bögrék, poharak. Szelektíven kell szemetet gyűjteni, és csütörtök reggel viszik el. Jó, ezt még nem is láttam, úgyhogy oké. Ó, és este virágot kell locsolni. Na hát ez tegnap kimaradt. Jaj, itt ugyanaz van, csak itt már poharak vannak. És akkor itt vannak ilyen főző, ez közös fakanál, lapfaló, kis szűrőke, krumplinyomó, kés, lapát, ilyesmik. Jaj, nagyon régi, és egyébként visszabúzott. Itt pedig ebből eszközök, dugóhúzó, még egy fakanál, még egy kés, úgyhogy ez így ennyi. És akkor itt lent pedig vannak lábasok, vágódeszka, sajtreszelő, és igen, nagyjából itt is ugyanez, illetve ott hátul van még egy teafőző. Van egy asztal, 4 székkel, csak egyet bevittünk. Ez a kaja készlet. Az enyneműket kihoztuk, mert hoztunk a sajátunkat, mert ugye úgy is költöztünk, és akkor miért ne? Illetve Cicnek ott van egy pólója. Itt egy szép kis szekrénysorban van tévé, ott egy baromi nagy magnó, rádió is működőképes, illetve ott vannak napozóhegyek, illetve egy vasaló is, úgyhogy ez tök jó. És akkor itt pedig van egy konvektor, egy kanapé, itt
általában le vagyok a cuccaimmal, ezért bocsi, illetve a férjem gitárját is elhoztuk. Itt van a fürdőszoba, semmi extra, egy WC, a törölközőink, itt is van egy ablak, zuhanyzó, felhívnám a figyelmet az unikornisos tusfürdőmre. És akkor boiler, ide már kicsit kipakoltunk ilyen termékeket, illetve egy tükör, és itt van a focakom. Meg is mutatom, hogyha már így vagyunk, szóval szépen kerekedek. És akkor itt van még egy ilyen kis mosdó. Visszaértünk a nappaliba, és akkor itt van az utolsó kis szobácska, ami a hálószoba. Innen is indult ugye a mai reggel. Itt van a szék, amit behoztunk a nappaliból, itt ugye van egy ventilátor, ez a miénk, ott van a router, kis radiátor, kis ablak, a medvéink, a tyúk, az ürge, ott van Sáti, meg két patkány, tudom, nem vagyunk normálisak, és akkor itt nekem van egy kis éjjeli szekrényem, természetesen kólám és vizem, illetve a töltő végén van a laptop. A hétvégére ő ki lesz rakva. És remélem büszke lesz rám a bácsi. No, és akkor most induljunk el felvezető körútra. Tényleg nem voltam még a kertben. Szóval. Azt hiszem, egy bezárt emberekkel. Igen. Ó, és van ilyen szúnyogháró sajtó, és ez este föl se tűnt egyébként. Oda jó idő van most. Jó, ez elég is lesz most így hirtelen becsukni. Hú, micsoda fa papucs. Oké, no. Itt van egy kemencénk. Remélem a szél nem túl hangos. És van benne faszén is, ezt lehet is használni, csak fizetni kell érte. Illetve ott vannak hozzá eszközök is, ilyen lilla, meg ilyen húsfogó csipet is. És itt van egy ilyen kis kerti asztalka, hát a hamutál ez nem hiányozna, ha nem lenne, de egyébként tök jó. Ja, és van egy ilyen kinti lámpa is, ott az a sopran is. Potyog az alma a fáról. De jó, ezt majd kinyomozzuk, hogy meg lehet enni. Nem mintha ennék almát, mert végtelen a gyomrom, de mindegy. Húha, kezd ijesztő lenni a dolog. Mekkora pokháró van ott? Nem látjátok. Na mindegy. Szóval, aha, itt van egy ilyen kis pince lejárat, csak pók nagyon jön velem szembe. Hát ide nem hiszem, hogy le fogunk menni. És itt van egy cseresznye vagy megyfa. Szerintem cseresznye így a levelei alapján. Azt meg lehet, hogy magyarul bokor. Aha. Ja. Van egy magyaró bokor is. Ó, van is rajta magyaró, de jó. Mindjárt megmutatom. Ha tudom. Csak nem nagyon merek oda bemászni. De ott. Ott van a magyaró. No, és akkor a itt van szelektív kuka. És én oda most nem megyek be, hanem megyek a másik irányból, mert ez így nekem eléggé para. Baromi izgi ez egyébként. Ilyet máskor is akarok. Igen, egyébként úgy jól lett volna még világosban ideérni, de nem rossz ez így sem. Na és akkor itt van egy ilyen nagy kerek asztal. Megmondom, mert szintén nem tudom, hogy ez mire jó. És remélhetőleg fűre lépni szabad, mert én most igencsak ráléptem. Van egy szőlő, ezt gondolom az őszi vendégek tudják is dézsmálni, illetve ott is van egy nagy gyümölcsfa. Ezt most így innen nem látom, hogy milyen, de talán a szilvának van ilyesmi levele, mögötte pedig egy diófa van. Itt van egy tűzrakóhely, itt lehet elvileg szalonnát sütni, amihez viszont nem kell fizetni a fa miatt, úgyhogy ezt lehet, hogy fogunk is majd. És akkor itt van egy ilyen kis kerti zuhany. Van egy fekete rigó, úgy látom, ő is tartozéka a kertnek. Jó, elszaladt. És van szeder, de kár, hogy nincs még megérve. Pedig tele vannak itt a fürtök.
Na legközelebb, ha idejövünk, akkor később jövünk. No, hát ennyi volt a kis kert túra. Tökre tetszik egyébként, és ez így simán egy olyan hely, ahova gyerekkel is. Én nagyon szívesen jönnék, és szerintem nagyon élveznék ezt a kertet így a gyerkőcök is. Úgyhogy ez nagyon tetszik. Remélem, hogy fölöttem amúgy nincsen pók. Nem látok szerencsére. Ilyen az arachnofóbia. Ja, úgyhogy ennyi a kert, és akkor én most szerintem kint is maradok itt, hozok egy könyvet, szerintem a szüléstörténetes könyvet, amit mutattam már egyszer egy szerzeményes videóban, és itt a jó kis szélben olvasgatok itt a kis kerti asztalkánál. Kedd van, megint, igen, 3:30, ma időben felkeltem, hát viszonylag időben 10 körül, és egyébként ma van a névnapom, amiről én konkrétan nem tudtam, mert hogy nyilván tudom, hogy mikor van a névnapom, de annyira el voltunk itt havazva, hogy hát nagyon. Úgyhogy így reggel hívott anyukám, hogy Isten éltessen, én meg így visszakérdeztem, hogy mert mi miatt. Úgyhogy vicces volt, de hát ez van. Igen, szóval most ilyen 3:45 lesz lassan, 3:30 között vagyunk, pont fél úton, és szerintem 5-ig dolgozik majd a férjem, és akkor ilyen 5:30 körül már itt van. Aztán elmegyünk valószínűleg egy Tesco-ba, még nem tudom, hogy visszamegyünk Pestre, Újpestre, ott van egy ilyen nagyon nagy, vagy pedig Tahitót falun voltunk tegnap is bevásárolni egy kicsit, viszont itt ugye egy komplet kis házat kaptunk, tehát itt van konyha is, és hát nyilván olcsóbb főzni, mint venni mindig kaját, úgyhogy tegnap este még rendeltünk, ez nem volt annyira jó, azért nem mutattam meg egyébként, ma viszont már jó lenne főzni, úgyhogy este bevásárlás lesz, és egyébként pedig ez a mai nap, ez egy ilyen nagyon pihenős és lustizós nap. A Rubik kockát rakosgatom, olvasgatom a szüléstörténetes könyvet, illetve mit csináltam még? Ma lemostam a körmömet, mert már nagyon ronda volt, meg most még csak egy alaplak van rajta. Nem akartam a hajmosás előtt felkenni a színt, hogy ne pattogjon le túl korán. Úgyhogy szerintem most kiülök a teraszra, leveszem a turbánt a fejemről, és akkor szépen a levegő megszáradhat a hajam. Közben kifestem a körmöm, és hát próbálok úgy olvasni, hogy a könyvvel ne nyúljak bele a friss körömlakkozásba. És akkor utána este megyünk majd boltba. Ott nem hiszem, hogy fogok kamerázni, viszont lehet, hogy utána megmutatom majd, hogy miket vettünk. Ja, aztán ennyi. Úgyhogy ez a mai nap, ez egy ilyen nagyon kis csillelős, pihengetős nap. Egyébként most már 2 sor kész van a Rubik kockámból, meg ugye a főoldal, úgyhogy már csak egy dolog van, tehát ugye az alsó oldal, és akkor kész vagyok. Úgyhogy azzal is haladok, és ja, ennyi, szerintem ennyi. Úgyhogy most akkor én kiülök a teraszra, és akkor viszek egy jeges kávét magammal, a könyvemet, meg a körömlakkot, és akkor pihenek, amíg jön cicc. Tehát ez a 4 és 5 közötti bejelentkezés, az most már azt hiszem, hogy maradni fog.
alakul a Rubik kocka projekt. Most kicsit elakadtam egyébként, mert ugye meg kéne csinálnom itt a sárga keresztet, de hát egy rossz helyem van, és nem mindegy. Úgyhogy, most ezzel foglalkoztam egy órát kb. És most pedig megyek vacsit csinálni, és arra gondoltam, hogy jöhetnétek velem akár. Szóval, nem is mutattam meg tegnap végül, hogy mit vettünk. Szóval, abban maradtunk, hogy csinálunk minánóit. Soha nem csináltam még ilyen, ilyen üveges megoldással, mert hogy igazából egy paradicsompüré kell hozzá, meg fűszerek. Viszont mivel nem hoztunk fűszert, itt pedig nincsen semmi, ezért nem akartunk annyit venni. Úgyhogy vettünk egy spagetti tésztát, vettünk egy ilyen bolognai szószt, reméljük, hogy finom lesz. Vettünk paprikát, meg sót is, mert valamelyik nap paprikás krumpli lesz. És akkor mutatom a hűtőt, hogy vettünk sajtot is ugye a milánóira, jesszusom, illetve vettünk egy darált húst is. Ezt ki is teszem. Úgyhogy, igen, úgyhogy van még sajtunk, meg vettünk egy kis szalonnát, azt majd megsütjük valamelyik este. És akkor most jön a dolog problémás része, ami a tűzhelyként funkcionáló, nem is tudom, minek nevezzem dolog, ez nem tudom, miért nincs elzárva amúgy. Szóval van egy gázpalack, amit elvileg ki kell nyitni, és akkor van ez a kis lap, és ez elvileg, hogyha elfordítom, akkor pattog, és gyufával kell begyújtani. Hát, izgi, én egyébként félek a gyufától, az ott a tegnapi mirelit hús maradéka egyébként, mármint az olaj, amiben sült. Szóval, érdekes lesz, és izgulok, de meglátjuk. Hangos, azt hiszem, a fűnyírás a szomszédban. Nem jött be, szóval akármennyire is próbálkoztam, egyszerűen nem annyira félek a gyufától, hogy nem. Úgyhogy, hát én eddig is ugye gázgyújtóval voltam otthon, és akkor úgy ugye tudtam, tehát, hogy az ugye elég hosszú, viszont ettől a pici gyufától annyira félek, hogy föllobban, és főleg, hogyha belogatom már a gázba, akkor ugye még nagyobbat lobban. Úgyhogy, kijöttem ide a teraszra gyakorolni, mondom, egyet elpazarlok, nem baj, de egyszerűen nem, tehát csak úgy önmagában is, ahogy begyúlad, annyira megijedek tőle, hogy nem. De a házban villanytűzhelyünk lesz majd, úgyhogy azt hiszem, hogy mostantól nem kell gyufával bajlódnom egyáltalán, meg gázgyújtóval sem, meg semmi ilyesmivel. Na mindegy, úgyhogy hát egy olyan fél óra, háromnegyed óra, és akkor itt van már tiszt, úgyhogy hát megkérem majd, hogy csiholjon nekem tüzet, és akkor megcsinálom a vacsit, és akkor utána, most nagyon meleg lett egyébként, de szerintem elmegyünk majd valahova, hogy valamit úgy lássunk azért Szentendréből, mert eddig, amikor kettő este elmentünk, akkor mind a kétszer csak a Tesco-ba. Úgyhogy, hát, ha máshol velem is, de legalább a Dunapartra szerintem majd elcsábítom este, és akkor ennyi, igen, úgyhogy főzni most nem tudok, majd ha hazajött, akkor tudok. És egyébként pedig kiköltöztem ide a terasztra megint, hoztam a kockámat, teljesen rá vagyok már gerjedve, meg enni fogok egy ilyet, ezt nagyon-nagyon szeretem, és valahogy így terhesen még jobban szeretem, úgyhogy ezt mindenképpen megeszem, meghoztam egy kis kólát inni. És hát azért ez a látvány, ez még mindig gyönyörű, ez meg még gyönyörű.